Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, ünnepi szent áldozatra gyűltünk össze ide az Isten házába, hogy Szent István királyunkat, aki megalapította a magyar államot, aki utat mutatott nemzetünknek, köszöntsük. Ez a köszönet ma különösen is nagy hangsúlyt kap, amikor itt köszönhetjük a templomban koronázási ékszerek és a szent jobb másolatát, amelyet szorgos kezek elkészítettek, hogy egy kicsit jobban, erősebben fölhívják a figyelmünket arra, mire tanít bennünket Szent István király. Ezért ezen a szent misén azt szeretnénk, hogyha megtalálnánk, megértenénk Szent István üzenetét, és ezt szívünkbe vésve egész életünkben meg is valósítanánk. Hogy ez megtörténhessen, nyissuk ki szívünket. De a nyitott szívhez az kell, hogy tiszta is legyen. Ezért először vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted.
Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, melyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmeimet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tarts távol magadat a száj hamisságától, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térre az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsambongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
tanítványaim lesztek, és megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Alleluja! Alleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, amikor főleg így nyári esténken, ahogy lenyugszik a nap, sorra jönnek fel a csillagok. Először csak a legfényesebb jelenik meg, nem is látunk másikat, csak azt az egyet. Majd itt, ott megjelenik újabb egyessével. Aztán egyre több és több látszik, mint hogyha tömegével gyulladnának meg ezek az apró fények, és a végén beborítja az egész égboltot. Ez jutott eszembe, amikor a mai nap szentjére, Szent Istvánra gondoltam, hiszen valahogy így kezdődött a magyarság kereszténysége. Először meggyulladt egy nagyszerű fény, egyedül volt még, de bevilágított mindent. Úgy tűnik, hogy túl sok lehetősége nincsen, hogy nagy fényáradatot borítson a körülötte levő környezetre, de aztán itt-ott meggyulladt újabb fény, gondoljunk csak Árpádházi szentjeinkre, aztán, mint a tömegesen gyulladtak volna fel a magyar égbolt egén a csillagok, egyre több és több világított, még be nem borította az egészet. Így történt ez, és mi éppen ennek vagyunk ma az ünneplői, hiszen látjuk, hogy amikor 1011 évvel ezelőtt Szent István királyt megkoronázták, akkor az a korona, amelyen a kereszt ékeskedik, a jogar országalma a kettős keresztel, a koronázási kard mind arra mutat, hogy mindezek új utat mutattak a magyar népnek. Erőt, bátorságot öntöttek abba, hogy ne a régi, elavult életformát folytassák, hanem valami újat kezdjenek, amely erőssé és dicsővé teszi a magyarságot. És mert valóban így történt, ezért ma, 1011 évvel később, örömmel köszönthetjük itt ezeknek a koronázási ékszereknek,
a másolatát, hogy még erősebb legyen bennünk a vágy, hogy azt kövessük, amit első szent királyunk mutatott. Azt az utat járjuk, amelyen ő elindult és elindította nemzetét. Rám a Szent Jobb másolata tartja a kettős keresztet, azt a keresztet, amely mutatja, hogy egyszerre kell föl az Isten egére néznünk, és egyszerre kell itt e földön két lábbal állnunk. Azt mutatja, hogy miközben keresztény módon élünk ebben a világban, meg kell őriznünk magyarságunkat. Azt a magyarságot, amelyet megpróbáltak az évszázadok alatt sárba tiporni, tönkretenni, elpusztítani. Hiszen vérzivataros századaink mutatják, bizony sokat kellett küzdeni azért, hogy fennmaradjon a magyar nép. És hogy sikerült, ez nyilvánvalóan első szent királyunknak köszönhető, mert egy olyan útra vezérelt bennünket, egy olyan utat mutatott, amely biztosan elvezet a célhoz, ahhoz a boldogsághoz és örömhöz, amelyre vágyódik az ember. És hogy igazán hathatós volt ez az út, mutatja, hogy lám, 1000 év múlva is itt vagyunk. Itt vagyunk-e hazában, ha megfosztva is, megtörve is, de büszkén élve. Mert ez a haza a miénk. Miénk kell, hogy legyen, és éreznünk kell, hogy rajtunk múlik, hogy tovább haladunk-e. Hogy lesz-e újabb 1000 év a magyarság történelmében. Rajtunk múlik, hogy azt az örökséget, amelyet elindított Szent István egykor, és amelyet századokon át egymásnak adtak a nemzedékek, mi tovább tudjuk-e adni. Lehet, hogy azt mondjuk, a mai fiatal nemzedékek másképpen gondolkoznak, másképpen élnek. Van okuk rá, hiszen az elmúlt évtizedek nyomorúsága bizony sokat rontott magyarság tudatukon, erkölcsükön. Mégis azon múlik, hogy továbbra is bízhatunk-e abban, hogy tovább halad a magyar nép, és nem lesz, aki elpusztítsa, hogy mi befogadjuk-e Szent István örökségét, elfogadjuk-e azt az utat, amelyen ő haladt, és megtanítjuk-e az utánunk jövő nemzedékeket erre az útra. Mint minden igaz, jó édesapa, Szent István is tanította, intette gyermekét, Szent Imrét. Az intelmekben sok-sok feladatot tűzött ki Imre herceg elé. De talán a legfontosabb az a rész, amelyet most szeretnék felolvasni pár mondatnyi, hogy megértsük, mit is kell tennünk ma. Ezt írja Szent István az ő fiának. Szerelmetes fiam, kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizz szívedben mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Szent István királynak az útmutatása ez számunkra ma is. A szeretet az, amely megőriz, megóv bennünket, és amely elvezet a végső célunkhoz. A szeretet és az irgalmasság gyakorlása az, amely megőrzi a nemzetet,
megőrzi ezt a hazát. És ezért nekünk sincs más dolgunk, mint hogy Jézusnak ezt a legfőbb parancsát megtartani. És akkor teljesítjük magyarságunk és kereszténységünk iránti kötelességünket. Néha úgy tűnik, nehéz ez a szeretet parancsa, mert az emberek nem úgy viselkednek, hogy megérdemelnék. De azért megtanulhatjuk, hogy a szeretet mindig diadalmaskodik. Egy férfi ment be egy kórháznak az udvarára, és amint belépett a kapun, rögtön egy hatalmas, vicsorgó kutya állta útját. Miközben azon gondolkodott, hogy tovább menjene, merjene tovább menni, egy beteg, epilepsziás kisfiú közeledett a kutyához, meg akarván simogatni azt. A férfi kétségbe esve nézte, és kiáltott feléje, vigyázz, a kutya harapós, meg fog harapni. Ám akkor a kis beteg fölemelte tekintetét a férfire, és azt mondta, ha az ember szereti őt, akkor nem harap. Azt gondoljuk, sok a harapós ember. Sok embertársunkhoz nem lehet szólni, nem lehet szeretettel közeledni. Márpedig biztosak lehetünk vele, hogy az az ember sem harap, akihez szeretettel közeledünk. És éppen ezért a legfontosabb számunkra az, hogy ezt a szeretet parancsát, amit Jézus hozott, mi is, mint Szent István királyunk, megtartsuk. E szerint éljünk, mert akkor jöhet a sok bántás, a sok nehézség, mégis diadalmaskodni fogunk, mint ahogy Szent István királyunk is diadalmaskodott. Noha 973 évvel ezelőtt nem igazából volt az a nagyon jó helyzet, amikor éppen haldoklott első szent királyunk. Mit is tegyen? Tudta, baj lesz, hogyha ő most elmegy az örök hazába. Ki legyen az ő utódja? Félt, hogy marakodás, harapás lesz egymás között, az emberek között. Aztán megtalálta a helyes utat, azt a szent koronát, amely erőt adott neki, biztatást és bátorságot, hogy újjá szervezze a magyar népet, ezt a szent koronát fölajánlotta annak, aki biztosan tudta vezetni a magyar népet. Azóta is hívhatjuk őt nagyasszonyunknak, boldog asszonyunknak, mert a szűzanya Mária, akinek fölajánlotta Szent István a koronát, azóta se hagyott el bennünket. Még ha voltak is, meg talán sajnos gondolhatjuk, lesznek is olyan politikusok, akik azt gondolják, hogy most már nincs itt Mária, majd csak ő van itt, sohasem lesz így. Mert ez Szent Szűz mindig velünk marad. És ha mi nem hagyjuk el, akkor ő biztos oltalmat, védelmet fog nyújtani. Úgy, ahogy már jelenlegi határainkon kívül eső kegyhelyünkön láthatjuk, Tojska Gorán, Szlovéniában a szűzanya palástja alá fogja minden magyar királyt, minden magyar főembert, vezetőt, hogy óvja és védje ezeken keresztül nemzetünket. Ő mindig védeni és óvni fog, csak nekünk kell hozzáfordulnunk. Szent István szobra ott látható a Mátyás templom mellett, a budai várban, a Várhegyen. Védelmezi a halászbástya. Körülnéz és nézi az országot, nézi magyar népünket, fölemelve kezével a keresztet, utat mutatva. Ám Szent István nem akar
szoborba, bronzba vagy kőbe öntött szobor lenni csak, hanem a szívünkbe akar élni. Azt várja, hogy kinyissuk előtte a szívünket, ő ott lehessen, ott maradhasson, és élhessen velünk, bennünk, általunk, tovább e nemzetben, hogy mindannyian elérhessük végső célunkat, elérhessük már itt a földön a magyarok boldogságát, hogy ez folytatódhasson az örök hazában, Isten országában, egy örök életen át. Amen. Kedves testvérek, most ezt a nagy megtiszteltetést, ami ért bennünket, hogy a koronázási ékszereket, Szent István kardját és a Szent Jobb másolatát fogadhattuk templomokba, azt azzal próbáljuk meghálálni, hogy Isten áldását kérjük ezekre a másolatokra, hogy ne csak mi, akik most látjuk, hanem mindig mindazok, akik találkoznak majd vele, rámelik tekintetüket, erőt merítsenek belőle, és megtanulják, hogyan, miképpen kell magyarként és keresztényként élni ebben a hazában. Most tehát megáldjuk ezeket a másolatokat. Erősségünk az Úr nevében. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Mindenható örök atyánk, hálás szívvel hódolunk előtted, és köszönjük meg jóságodat, amellyel minket, méltatlan szolgáidat, gyermekeiddé fogadtál, és naponként újra és újra megáldasz minket. Kérünk, tekints le ránk irgalmasságodban a mai napon, és add áldásodat közösségünkre, a te szent népedre, híveidre. Engedd, hogy mindannyian, akik ennek az országnak, nemzetnek, és különösen ennek a községnek közösségébe tartozunk, egymást segítve, szeretve, jóban és rosszban összetartva élhessünk, és mindenkor neked szolgálhassunk. Különös szeretettel köszönjük meg neked, hogy Szent István királyunkon keresztül ezt a hazát különös oltalmadba vetted, és szüntelenül védelmezed. Elsősorban a keresztény hitet köszönjük meg neked, amellyel újra és újra erőt adsz mindannyiunknak az élet nehézségeiben, amely vigasztalást és örömet hoz nekünk. Arra kérünk, hitünk által erősítsd meg bennünk édes magyar hazánk iránti szeretetünket. Éleszd fel bennünk a buzgó keresztény életet. Juttasd mindig eszünkbe, hogy ez a sokat szenvedett kis haza a mi örökségünk, Mária országa, és nekünk kell felvirágoztatni a benne élők életét szebbé, boldogabbá tenni. Legyen ennek látható és kifejező jele most ezek a koronázási ékszerek és a Szent Jobb másolata, amelyet dolgos kezek elkészítettek, és amelyre áldásodat kérjük most. Kérünk, áld meg és szenteld meg, hogy mindannyian erőt meríthessünk belőle. Amikor rájuk emeljük tekintetünket, jusson eszünkbe Szent István királyunk példája, kitartása és hozzád való hűsége. Emlékeztessenek ezek a jelképek az ő őseink hősiességére, a jövőbe vetett bizalmára. Soha se felejtsük el, hogy az ő emlékük kötelez minket is a becsületes, közösségért végzett munkára. Engedd, Urunk, hogy összefogásban, kölcsönös bizalomban, egymás iránti szeretetben és a gonosz elleni küzdelemben egyesítsenek bennünket ezek a jelvények,
és minden magyart, segítsen minden embert, és őrizze meg keresztény voltunkat, és minden keresztény embert, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezekre a jelvényekre, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. Amen. Most pedig valljuk meg közösen hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Istenünk, te Szent Istvánban, Boldog Gizellában és Szent Imrében az első magyar család szent eszményképét adtad nekünk. Segítsd a magyar családokat, hogy őket követve a szent élet útján járjanak. Szent István a tőled kapott királyi és atyai tekintéllyel intelmekben buzdította fiát. Add, hogy tanítása szerint mi is jó keresztények és magyarok legyünk. Szent István nem csak szavával, hanem elsősorban példájával nevelte családját és nemzetét. Segítsd a mai szülőket és nevelőket, hogy az ifjúságnak az élet minden területén jó példát mutassanak. Szent István király tőled kapott hivatásának tekintette fiatal nemzete megtérítését, adj ifjúságunknak készséges lelkületet az Isten és ember szeretet megvalósítására. A te erőddel István király bőkezű volt a szegényekhez, és megbocsájtott az ellene lázadóknak. Add, hogy mi is tudjunk jóságosak lenni a rászorulókhoz, és megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Halála előtt Szent István király a nagy boldogasszony oltalmába ajánlotta a népét és annak jövőjét. A mennybe felvett Szent Szűz közbenjárására fogadd az égi hazába elhunyt testvéreinket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk. Szent István király közbenjárására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a telekedtel. Emeljük fel szívünket, fölemeljük. És igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most is mindörökké hálás szívvel zengjük, és angos szóval énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Híme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Benedek pápánkkal, Miklós és Lajos püspökeinkkel, s az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a szent lélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a szent lélek által, ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsük egymást a béke jelével. Minden vétkemtől és minden hatból.
add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőle. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életet. Ami Urunk Jézus Krisztus szent testei és élete, őrizze meg lelkemet az örök életet. Amen.
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, üdvös meg engem, Krisztus oldalában folyó víz, tisztíts meg engem, Krisztus szenvedést, hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk, benne örvend a szívünk. Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a Szent Mise áldása után elénekeljük a magyar himnuszt, és ezzel ezután indulunk a Szent Erekjékkel a művelődési házba. A történelmi zászlóink, amelyeket itt is köszönhettünk a templomban, jönnek két oldalt mellettünk, hogy így is kifejezzük az ezer év, a mögöttünk levő ezer évnek azt a nagyszerű, dicső múltját, amelyre büszkék lehetünk, még ha sok szenvedés is volt benne. Ezt a dicső múltat kell, hogy méltóképpen jelképezze ez a menet is, amely indít a templomból, megy a művelődési házba. Ott folytatjuk az ünnepséget, és annak végén megtekinthető lesz az itt is látható másolatok, körül állhatók, megnézhetők lesznek, és várunk éppen ezért mindannyiótokat oda a művelődési házba is. Így fogadjátok most az áldást. Az Úr legyen veletek, és a te áldjon meg benneteket, mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket a boldog magyar jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldás. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség! Augusztus 20-a országunk legnagyobb nemzeti ünnepe. Úgy gondolom, hogy a mai nap rendhagyó eseményei méltó tisztelgés Szent István királyunk emléke előtt. Megkérem Karácsondi Mihály atyát, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait, és hagyományoknak híván szentelje meg az új kenyeret. Tisztelt ünneplő közösség, kedves bagiak! Mivel az Enyaszentegyházat képviselem itt a faluban, mondani való nagy részét a templomban már elmondtam. Mégis illő, hogy valamiképpen megemlékezzünk arról is, hogy ma itt nem csak a szentet ünnepeljük, hanem az állam alapító királyt is. Azt a királyt, aki jövőt tárt a magyar nép elé, aki nemzetté kovácsolta a széthúzó törzseket. És ezért különleges nap a mai, mert ahogy a templomban is láttuk, most itt is láthatjuk a koronázási ékszereket, Szent István király kardját és a Szent Jobbot. Láthatjuk, és ezek arra biztatnak bennünket, hogy bátran, minden félelem nélkül merjünk magyarok lenni. Kétségtelenül a történelem viharaiban sok pofont kaptunk. Sokszor bántottak bennünket, és sokszor azt gondolták, el fognak tiporni. S lám, mégsem sikerült. Nem sikerült, és nem is sikerülhetett, hiszen itt volt a Szent Korona. Még akkor is, amikor idegen kézben volt, akkor is minket oltalmazott és védett. És mert ott volt, itt volt velünk a Szent Korona, ezért ennek védelme alatt bátran bízhatunk most is, hogy bármi történik is, ha mi el nem hagyjuk magyarságunkat, akkor megmaradhatunk e szép hazában. Szent királyunk összetartja nemzetét. Szent királyunk jobbjával összetartja a nemzetet. És a jobb itt legalábbis ebben a változatban a Szent keresztet tartja, Jézus keresztjét, amely mutatja, hogy megvédett bennünket 1000 éven keresztül. És ezért szükséges, hogy a Szent Jobb útmutatását követve ma is, most is képesek legyünk arra, hogy István példáján felbuzdulva, azt követve magyarok és keresztények legyünk. Új 1000 év hajnalára István keze felmutat. Új 1000 év hajnalán, itt a 3. évezredben azt kívánja tőlünk, hogy kövessük őt. Legyen bennünk összetartás, tetterő és áldozat. Erre a háromra szükségünk van ma, halljuk majd úgyis az énekben. Összetartásra. Hiszen arra próbálnak ma is rávenni bennünket, mint ahogy tették ezt évszázadokon keresztül, hogy széthúzzunk, hogy egymás ellen hadakozzunk. Pedig az összetartásban van az erő. Ha együtt vagyunk, akkor diadalmaskodunk. Mint ahogy a összekötegelt botokat nem lehet széttörni, de egyenként könnyedén eltörhető. Ha összetartunk, győzni fogunk. És ezért kell a tetterő, hogy merjünk szembenézni az uszításokkal, azokkal a sátáni eszközökkel, amelyek azt akarják, hogy ellágyuljunk, semmit sem tegyünk, üljünk karba tett kézzel, majd mások tesznek valamit. A magyar nép mindig dolgos volt, mindig munkás ember volt, és nem félt a munkától, és ma sem szabad félnünk. Bennünk kell lenni a tetterőnek, hogy saját erőnkkel és munkánkkal
újra széppé és dicsővé tegyük ezt a nemzetet. És kell az áldozat hozzá, kétségtelenül. Kellenek olyan emberek, akik érzik szívükben a magyarságot, érzik, hogy ezen a hazán kívül nincs más hely számukra. A mi helyünk itt van. Itt élnünk, s halnunk kell. És biztos vagyok abban, hogy mindazok, akik igazi magyar szívvel rendelkeznek, akiknek szíve magyarként dobban, azok összetartanak, tetterőben dolgoznak, és képesek áldozatot hozni e magyar népért, nemzetért, ezért az országért, a hazáért, és akkor ez az ország, ez a haza újra szép lesz, újra nagy lesz, újra régi nagy dicső fényében fog tündökölni. Adja az Isten, és adja meg a magyarok munkás keze, hogy így is legyen ez. Most pedig adjunk hálát mennyei atyánknak azért, hogy ebben az esztendőben is megadta nekünk a föld termését, adott kenyeret asztalunkra, hiszen neki köszönhetjük, hogy minden nap van kenyerünk az asztalon, nem kell éhen halnunk. Ez persze arra is figyelmeztet bennünket, ha lenne olyan, aki éhezik, azon nekünk kell segíteni. Így imádkozzunk. Testvéreim, hívő magyar népünk mindenkor mélyen átérezte, hogy minden jó az Istentől származik, és mindenért neki tartozunk hálával. Isten egyik legnagyobb ajándéka a föld termése, a mindennapi kenyér, amelyért a legszebb imádságban, a mi atyánkban naponta imádkozunk. A gondviselő Isten ebben az esztendőben is megadta számunkra a mindennapi kenyeret. Adjunk érte hálát a jóságos Istennek, őseink szent hagyománya szerint a mai napon, első szent királyunk ünnepén, és kérjük a föld minden termésére az Isten gazdag áldását. Az Úr legyen veletek! Az Úr a mi segítségünk! Uram, hallgasd meg könyörgésünket! Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezeket a kenyereket mennyei áldásoddal, mint ahogy a pusztában az öt kenyeret megáldottad, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. Ami Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek áldása szálljon e kenyerekre és a föld minden termésére, és maradjon rajtuk mindenkor. Amen. Hálát adunk neked, Istenünk, az új kenyérért és minden terményért, amelyeket az emberek javára termett a föld. Kérünk, hogy amint ezeket a terményeket isteni gondviselésed hozta létre, ugyanúgy érleld meg szívünkben az igazság és a szeretet gyümölcseit is, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Nemzetünknek hatalmas érték a múltból megmaradt koronázási jelképek, amelyeket a mai napig nagy tisztelet és csodálat övez. Hallgassuk meg, hogy mit is szimbolizálnak, és mi a jelentőségük ezeknek az ereklyéknek. Szent korona. A legenda szerint úgy került hozzánk magyarokhoz a Szent korona, hogy a lengyelek fejedelme Jeskó elküldte követeit II. Szilveszter pápához, hogy számára királyi felségi elvényeket kérjenek.
A római főpap méltányolta is folyamodásukat, és elkészítette a két koronát. De mielőtt átnyújthatta volna azt a lengyel követségnek, éjjel álmában látomása volt. Megjelent neki Isten angyala, és közölte vele, hogy másnap egy ismeretlen nép követei jönnek, ugyancsak koronát és apostoli áldást kérni. És az ő szent életű uralkodójuknak kell az új diadémot elküldenie. A felserkent pápa kételkedett látomásában, és úgy döntött, igazolják vagy cáfolják annak hitelét az események. Reggel azonban megjelent előtte Asztrik érsek, és előadta a magyarok királyának kérelmét. Bár a lengyeleknek szánta a koronát, Isten intésére mégis Istvánnak küldte el azt. Ez a legenda fontos mondani valót hordozott. Azt, hogy a magyarok királya koronáját a pápai szándék ellenére magától az Úristentől nyerte el. Tehát a magyar uralkodó Istentől koronázott király. Ezért az országa ügyeibe senkinek nem lehet beleszólása, ő maga pedig senkinek nem tartozik felelősséggel, csak egyedül az Úristennek. A magyarság, Magyarország sorsa nem függhet sem császároktól, sem pápáktól, hanem egyedül az Úristen kezébe van letéve. A korona pedig ettől kezdve mind szorosabb szálakkal kötődött Szent István emlékéhez, jogilag a király hatalom fölé emelkedett, a magyar király Isten törnyelt uralmának, a magyarság független állami létének szimbólumává vált. S bár történelmünk folyamán sokszor idegen dinasztiák tagjai voltak, ezt a jelentését mindvégig megőrizte. A Szent Korona szimbólum rendszere két részre tagolódik. A felső rész Isten mennyei birodalmát jelképezi, a szellemiséget. Az alsó rész Isten földi birodalmának a jelképe. A korona tetején közepén a világegyetem uraként trónol a teremtő Atyaisten. Az alsó részen a főhelyen Jézus áll, Mihály és Gábriel arkangyalok kíséretében. Az Atyától jobbra nem lehet más, mint Krisztus földi helytartója Péter. Hát a mögött Péter helyettese, a második fő tanítvány Jakab áll. Ezután következik a szeretett tanítvány János, akire Krisztus a kereszten függve édesanyját bízta. Péter lábánál testvére András látható, aki először ismerte fel, hogy Jézus a messiás. Sokan felvetik, hogy miért nem a 12 apostol van a Szent Koronán. A kérdés jogosnak tűnik, a 12 apostol felhelyezése azonban elvi okokból nem is lett volna lehetséges. Eredetileg a 12 apostol között szerepelt Iskarióti Júdás, akinek képe azonban Jézus elárulása és öngyilkossága miatt nyilván nem kerülhetett fel a koronára. Júdás helyére a 11 apostol Mátyást választotta, majd a későbbi gyakorlat még Barnabást, végül pedig csak a Jézus halála és feltámadása után megtért Pált és apostol címmel ruházta fel. Ugyancsak válogatni kellett a szentek közül, hiszen ők sokkal többen vannak. Azon szentek zománc képeit látjuk a koronán, akik védőszenteknek bizonyultak egy keresztény uralkodó számára. Az evilági élet biztonsága fölött örködő katonaszenteket, Szent Györgyöt és Demetert, majd az egészséget biztosító orvosszenteket, Szent Kozmát és Damjánt, és a térítő szenteket, Szent Andrást és Fülöpöt. Az Isten égi és földi birodalmának egybeszövése klasszikusan a magyar Szent Koronában csúcsosodik ki. Jogar. A Szent Korona mellett a magyar koronázási ékszerek talán legcsodálatosabb darabja a jogar, amelynek különlegessége, hogy buzogányra emlékeztető alakja eltér minden más jogarétól. A jogar az ítélkezés, az igazságosság, a jogszolgáltatás jelképe, ősi, keleti eredetű hatalmi jelvé. A jogar, azaz a királyi kormánypálca, rendszerint rövid, díszes, nemeském jelvényként mindvégig a legfőbb állami hatalom, az uralkodói tökély, a méltóság teljesség jelképe maradt. A feje egy víztisztaságú, áttetsző karckristályból csiszolt gömb. A hegyi kristály gömbbe három oldalon egy-egy kuporgó oroszlánt metszettek. Az oroszlán, mint jelkép, a fejedelmi méltóság legtökéletesebb teljességének hordozója volt,
az erős királyi hatalmat szimbolizálta. A gömb foglalatára aranyláncocskánkon függő kis aranygolyócskákat erősítettek, amelyek a jobbar minden mozdításakor összeütődve, csilingelésükkel, mint régen hitték, ugyancsak elriasztják az ártó és gonosz szellemeket. Szent István hitelesnek tekinthető képén baljában országalma, jobbjában jogar van. Egy bizánci császárt ábrázoló kis képen a jogart Mihály arkangyal a halál hírnöke adja az uralkodó kezébe. A jogar tehát az uralkodó háború és béke élet-halál feletti uralmát jelképezi. Országalma. Már az ókori görög vart világtudós elmé is állították, hogy a legtökéletesebb geometriai forma a gömb. A földet is jelképezi. A keresztény hagyomány szerint Nagy Konstantinus császár Isten segítségével diadalt aratva ellenfelein elismerte Krisztus uralmát önmaga és birodalma fölött. Ezt azzal is kifejezésre juttatta, hogy az említett szimbólumra keresztet tétetett. Ez a királyi ékszer jelképezi először a kezdet és vég nélküli örök isteni irgalmasságot, amelyben felkenésekor az uralkodó is részesült. Másodszor figyelmeztet arra, hogy a királyok sorsa szerencséje nagyon is forgandó lehet, és éppen ezért emlékezteti a fejedelmet, hogy ő is, akár a többi ember, borból vétetett és borrá lesz. Üdvösségét ő is csak a gömbön is megjelenített, keresztül remélheti. Ennek a magyarázatnak a nyomatékosítására két félgömbből állították össze a glóbuszt, és közéjük Krisztus kínszenvedésének helyéről, a jeruzsálemi Golgota hegyéről hozott földet ragadtak. Már a Szent István idejében készült koronázási paláston úgy ábrázolták az uralkodót, hogy baljában gömböt tart. Ám ezen a glóbuszon csak egyszerű kereszt van. Pedig István királyról tudjuk, rendelkezett olyan ereklyetartóval, amelybe Krisztus keresztjének egy szilánkját rejtették, és az ilyen csopokat pedig kettős kereszt alakúra mintázták. Kard. A magyar király koronázásánál két ízben is igen komoly szerephez jutott a kard. Először a felkenés után, de még a korona felhelyezését megelőzően karddal övezték az uralkodót, végül pedig a szertartás utolsó aktusaként az uralkodó a koronázási dombra lovagolt, és a négy égtárs felé szimbolikus karcsapásokat téve kinyilvánította, hogy megvédelmezi az országot bármely irányból érni is ellenséges támadás. A királyi kard sokáig a földben rejtőzött. Hosszú idő után valamiféle pásztor vette észre, egyszerűen annak az ökörnek a vérétől, amelynek lábát, midőn a füvet legelte, felsevezte. Ő aztán átadta azt a kardot Attila királynak, akinek akkor a jósok azt jósolták, hogy ez a kard végzetes lesz az egész világ vesztére és sok nép veszedelmére. Hogy pedig beigazolódott ez a jövendőlés, az Galliában, a mai Franciaországban sok igen nemes város romjai bizonyítják ma is, úgyhogy a kardot a barbárok is az isteni harag bosszújára, vagy az Isten ostorának mondották. A kard Anasztázia királyné által került hazánkba 1063-ban eladományozott díszfegyverként, amely eredetileg Géza fejedelem hatalmi lejedvénye volt, és így került Istvánt, Pogány nevén vajt, birtokába, amikor a fejedelmi méltóság reálszállt. Számos történész azt feltételezi, hogy ez a szabja lett volna az eredeti koronázási kard. Krónikáink szerződi azonban leírják, hogy Szent Istvánt a hazánkban akkorták érkező idegen lovagok, Hont és Pázmány a Ganon folyónál övezték fel karddal német szokás szerint. A királyi sereg elit maga pedig ekkor már a sokkal újszerűbb és hatásosabb fegyverrel, a nehéz, kétélű normann karddal volt felszerelve. A magyarság közismert kardtiszteletéből fakadó hite szerint létezik az a feltételezett erő, amely eredeti tulajdonosából szállt át a fegyverbe. Erre utal az a tény is, hogy 1270-et követően majd egy évszázados diplomáciai csatározás után születik meg az a megoldás, hogy egy túlvilági erővel rendelkezőnek vélt kardot a vitázó felek egyike sem, hanem az egyház őrizze. Így került aztán a prágai Szent Vigy székes egyházba, melynek 1368. augusztus 18-án készült leltár jegyzékébe ezt írták be. Magyarország királyának, Szent Istvánnak a kardja
elefántcsont markolattal. Nem lehetetlen, hogy Szent István koronázásánál mind a két kard szerepet kapott. Az atyától örökölt fejedelmi fegyver, Attila kard, mely talán az uralom folyamatosságát volt hivatva bizonyítani, és az új mintájuk, nehéz, kétélű Szent István kard, amely már a keresztény királyság katonai erejét jelképezte. Innen eredhetett talán az a szokás, hogy a koronázási menetben általában két kardot vittek. A 16. század legendás kardokról az a hír járta, hogy ha méltatlan személyek kezébe kerülnek, forgatójuk ellen fordulva, annak végveszedelmét okozzák. Így aztán babonás félelemből a Habsburgok jobban látták, ha ezeket egy semleges eszközzel helyettesítik, így az ő uralkodási idejük alatt ezek a kardok nem vettek részt a koronázási ceremónián. A Szent Jobb. A Szent Jobb kalandos története István király temetésével kezdődik 1038-ban. A királyt végakaratának megfelelően a székesfehérvári bazilikában temették el. István király halál után pogány lázadások igyekeztek megdönteni az államot. A fehérvári káptalan, féltve a bebarzsolozott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a bazilika közepén álló márvány szarkofágból és a bazilika alatt lévő sírkamrába rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben maradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték, amelynek őre egy Merkur nevű férfi volt. A holttest áthelyezése kapcsán 1083-ban a kincstárba került jobb kezet a Merkur nevű kincstárról később eltulajdonította, és bihari birtokán rejtette el. Mikor László király, a későbbi Szent László, hírt hallott az erekéről, felkereste Merkurt a birtokán. Megbocsátott a tolvajnak, és a Szent Jobb megtalálásának helyén az első magyar király tiszteletére, a Szent Erekje méltó elhelyezésére Szent Jobbi apátságot alapított. Az apátság s a körülötte kialakult mezőváros neve Szent Jobb. A mai Románia területén található román neve Szinió. A 15. században kezdődött a Szent Jobb vándorútja, mikor is először Székesfehérvárra vitték, majd a török uralom alatt Boszniába, később 1590 körül Raguzába, a mai Dubrovnikba került az ottani domonkos szerzetesekhez. Mikor Mária Terézia tudomány szerzett az Erekje hollétéről, mindent elkövetett annak visszaszerzése érdekében. Hosszadalmas diplomáciai tárgyalások után a raguziak kiadták, így 1771. április 16-án már Bécsben csodálhatták a hívek, majd nagy pompával Budára szállították. Itt a Szent Jobbot az angol kisasszonyok gondjaira bízta Mária Terézia, s egyben elrendelte Szent István napjának, augusztus 20-ának megünneplését. 1865-től a Szent Jobb biztonságos őrzése az esztergomi fő egyházmegye feladata volt. A II. Világháború alatt a Szent Jobbot a koronázási ékszerekkel együtt elhurcolták. Az 1945-ös ünnepség végén a Szent Jobbot visszavitték az angol kisasszonyok zárdájába, és ott őrizték 1950-ig, a rend feloszlatásáig. Ezután a Szent István Bazilika plébániájának páncélszekrényébe rejtették el, mert ezekben az években már nem volt szabad nyilvános körmenetben tisztelni Szent István jobbját. Így volt ez 1987. augusztus 20-áig, mikor a Szent István Bazilikában dr. Kaskai László bíboros, esztergomi érsek fölszendelte a Szent Jobb kápolnát. Itt helyezték el az erekjét, mely azóta is látogatható. 1989-től pedig ismét évről évre megtartják Szent István napján a könyörgő körmenetet. Megkérem Bocunini Felszegi Katalint, hogy mutassa be nekünk a koronázási jelképeink tökéletes másolatának alkotóit. Mindenek előtt idézettel szeretném kezdeni, hiszen nem tagadom meg magyar tanári voltomat. Minden ember drága kőnek születik, és ő tehet arról, hogy úgy fejleszti-e, úgy alakítja-e az életét, hogy gyémántá válhasson. Másik idézet. Nem az az igazi érték, ami körülvesz minket, hanem az, ami bennünk van, amit magunkban hordozunk, és amit azért kaptunk Istentől, hogy kibontakoztassuk,
fejlesszük magunkban, és aztán továbbadjuk, hogy mások is gazdagodhassanak belőle. Ezt azért bocsátottam előre, mert mind a két idézet erre a két idéz emberre, Kapu Júliára és férjére, Kapu Lajosra messze menőkig illik. Én úgy érzem, úgy illik, hogy először a hölgy bemutatásával kezdjem. Julikám, ha egy pillanatra fölállnál, légy szíves. Kapu Júliával kezdem. Kapu Júlia ősibagi lakosbagon él és alkot, gyermekkora óta fest számtalan kiállítása volt, hazánkban is és országunkon kívül is. Több könyvet is illusztrált. Lexikonok is az ő nevét nyilván tartják, például a Hú és Hú, azaz a Kikicsoda, svájci enciklopédia is jegyzi őt, mint művészt. Munkáért több díjat, diplomát és kitüntetést is kapott. Képei kifejezik a mély értékítéletét. A festészetében a színvilág a lelki harmóniáját mutatja, a természet és az ember iránti végtelen szeretetét. El kell mondanom azt is, hogy amikor riportot készítettem annak idején vele, hiszen az megjelent a Bagi Hírlapban, aztán most már pár éve volt, elmondta, hogy a munkáival, azoknak az értékesítésével 148 gyermeknek az életét tudta meghosszabbítani. Azt hiszem, nagyon kevesen mondhatjuk el azt, hogy akár egy ember életét is sikerült megmentenünk. Ő 148 emberét mentette meg, illetve a gyógyulását segítette elő. A kitüntetései közül meg kell említenünk mindenek előtt Munkácsi Mívó díjat, ami az országban igen kevesen kapnak meg. A tisztelet és becsület kitüntetését, Szent István emlékérmet, és éppen azért, mert ennyi gyermeket mentett meg, tagjai sorába vette föl a jeruzsálemi Szent István, nem, tehát tagja lett a Szent István kommendának, és felvette tagjai közé a jeruzsálemi Szent Lázár katona és ispotályos lovagrend, és annak a tisztje lett. Én őt nagyon jól ismerem, hiszen közel lakom hozzájuk, nap mint nap találkozunk. Tényleg mindig csodáltam a derűjét, vidámságát, és azt a hihetetlen színvilágot és alkotó energiát, amivel ő a műveit alkotta. Élete párja Kapu Lajos, aki ugyan nem bagi születésű, és 12 éve laknak itt, de bagért mindenképpen szívesen tevékenykedő embernek ismertem meg. Éppen a művész feleség hatására bontakozott ki benne is a művészi hajlam, és ennek is tanulja voltam végig, ahogy kibontakozott benne, hogy próbálgatta, hogy mibe is tudná ő igazán a benne a lelkében ugyanúgy élő érzéseket kifejezni, ahogy a felesége. Hiszen van egy csodálatos idézet erre, a művész átenged a szívén egy üzenetet, amely őt megragadja, és amely ki akar fejeződni benne és általa. És ő kereste ezt az utat. Kereste, hogy hogyan, milyen úton, módon tudná ezt a benne lévő valamit, érzésvilágot kifejezni. Először verseket kezdett el írni, és a versekkel is mindjárt Bacsányi nagydíjat kapott. Azután, mivel ő lakatos mester, hideg kovácsolással és készített már nagyon-nagyon sok mindent, hiszen kerítéseket, lépcsőket, lépcsővel járókat készített, és egyik állandó módoszkált benne, hogy mit tudna még csinálni, ami még valahogy jobban az ő lelkéhez közel áll. Először megalkotta képszerűen Csontváry Koszka Tivadarnak a magányos cédusát. Hát ezen már úgy elképettem, mert hát ez egy kovács embertől az ember, hát nem igen várja, hogy egy ilyen művet, alkotást készít.
És annyira fellelkesedett, és természetesen Julika ebben mindig a segítő társa volt. Ha bármire szüksége volt, azt ő végignézték, vagy lerajzolta, előre rajzolta, és utána a másik mester neki járt, és azt egyszerűen kikovácsolta, vagy egyszerűen drótból, fonatokból olyan fantasztikus dolgokat alkotott, hogy én egyik ámulatból a másikba estem. Jöttek a népi motívumok, a csodálatos virágok, amiket szintén képszerűen készített el. És aztán, mivel a történelmet mindig is nagyon szerette, és főleg a magyar történelmet, elkezdődtek a történelmi tárgyú eszközök, tárgyak készítései. Hát először Attila király idejéből származó fegyvereket készített. Aztán, ami a legközelebb állt hozzá, az a 16. századi fegyverek, láncos buzogányt például, tegeszt nyilvesszőkkel, kardokat egymás után. És én mindegyiket megcsodálhattam, ahogy készültek, és ahogy készen lettek is. És még mindig nem nyugodott, még mindig úgy érezte, hogy valamit ő még tudna adni, valamit ő még le tudna tenni erre az asztalra, erre a mi magyarságunk asztalára, az ő művészetéből. És akkor jött neki az az ötlet, hogy a magyar királyi koronát megmintázza. Jézus Mária, Lajos nagy, bőbe vágod a fába, vágod a fejszédet, hát azért az rettenetesen nehéz, de hát azért ő megpróbálja. Hát ott voltam végig, amíg alakulgatott a korona, és aztán legnagyobb elképedésemre egyszer csak egy csodát láttam magam előtt. És ebben a csodában természetesen Júli is részt vett, mert tűecsettel a abszolút pontos másolatait a zománc képeknek megmintázta, ugyanúgy, ahogy az eredeti koronám volt. Természetesen az ékszereket, ugye, hát azt ki tudná pótolni, vagy egyáltalán rátenni erre a koronára, azokat festették, de igyekeztek olyan színeket adni, amilyen az eredeti a koronán. Na hát, meg lett a korona. Hát akkor elkészítem a jogart is. Hát mondom, na jó, én már nem is csodálkozom semmit. Csináld! Elkészítette a jogart, az is csodálatos lett. Elkészítette az országalmát, az is csodálatos lett. De ő nem nyugszik, most már Szent István kardját is elkészíti. És ez így ment egymás után, és én hétről hétre csak azt csodáltam, hogy már megint egy újabb mű, már megint egy újabb csoda, ami elkészült a keze alul. És végül jött az ötlet, mert ugye már akkor nagyon szerették volna, hogyha ezt a kardot, koronázási ékszereket mások is láthatják, és esetleg eljut majd a Mária Vesnői Nagyboldogasszony bazilikába, ahol felszentelésre kerülhetnek, és akkor egyszer csak jött az az ötlete, hogy a jobbot is megmintázza. Hát ugye nem a szent jobbot, mert az csak egyetlen egy van a bazilikában, az eredeti István király tényleges jobbja, hanem egy olyan jobbot, ami akár István király is lehetne, hiszen a kettős keresztet és az országalmához hasonló ékszert vagy tartja, jelvényt tartja a kezében. Pontosan azért készítette el, hogy a mi falunknak egy különleges emléket adjon, amivel egy haladó hagyományt tudunk teremteni, hogy évről évre ezek után Bakfalujában egy olyan szent jobb, hát ha nem is körmeneknek nevezzük, mert nem körbe mentünk, de egy olyan menetet tehessünk, amivel kifejezhetjük a magyarsághoz való tartozásunkat, a történelmi emlékek iránti tiszteletünket, és ezért megalkotta ezt a jobbot. Én nagyon büszke vagyok, hogy a barátaimnak nevezhetem őket. Nagyon boldog vagyok, hogy ezeket láthattam, és nagyon bízom benne, hogy mindazok, akik jelen voltak ott a templomban, vagy akik majd most körbe jöhetnek és megnézik közelről, tényleg el fogják majd vinni a szívükben azt az örömet és azt a csodálatot, hogy valaki egy kovácsmester, aki művész mégiscsak, egy csodálatos művész, aki ugyancsak tagja a Szent István komendának és a Szent Lázár katonai és ispotályos lovagrendnek,
és aki iparművészet kiváló mestere címet is megkapta, Szent István emlékérmet is kapott. Kérlek, Lajos, állj föl! Tessék őt megtapsolni, mert ő egy közülünk. Ő egy közülünk, és mégis nagyon sokat kaptunk mind a kettőjüktől, nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy elviszik majd a hírét ennek, és jövőre nem ennyien, hanem sokkal többen leszünk már ezen az idén kezdett. Én nagyon bízom benne, hogy így nevezhetem haladó hagyománynak. Köszönöm, hogy meghallgattak. A következő percekben a Nyugdíjas Klub vegyes karát hallhatják. Szent királyunk összetartja jobbjával nemzetét, új ezer év küszöbénél felénk nyújtja szent kezét. Új ezer év hajnalára István király rám utal, legyen bennünk összetartás, kettelő és áldozat. Jó apák és jó anyák, most Istvánra nézzetek. Nagy szent király példaképe, de nagyobbja értetek. Új ezer év hajnalára István király rám utal. Bennünk összetartás, kettelő és áldozat. Hőségünknek szent malasztja, táplálja lelketek. Buzgó szülő gyermekekkel, templomunkba jöjjetek. Új ezer év hajnalára István király rám utal, legyen bennünk összetartás, tettelő és áldozat. Fia Imre szép erényi, átolja nemzetet, bűnbánata megsiratja, amit nekik védkezett. Új ezer év hajnalára István király rám utal, legyen bennünk összetartás, kettelő és áldozat. Boldog asszony, zsízba kérünk, védelmez népedet. István király megígérjük, ő lesz hozzád nemzeted. Új ezer év hajnalára István király rám utal, legyen bennünk össze.
szükség van közelebbről is megtekinteni az ereklyéket, és természetesen a megszentelt kenyérből is vehet magához mindenki egy darabot. Remélem, hogy jövőre is találkozunk. Viszontlátásra!